Több éves kimaradás után mit szól a filmhéthez? Hát mi szerveztük, úgyhogy nagyon remélem, hogy inkább a közönséget fogják megszólítani, mert azt lenne jó tudni, hogy ők miért jönnek, vagy ők miért nem jönnek, ha nem jönnek. Ez egy 3 év termését összefoglaló hét, amelyikben láthatják az elmúlt 3 évben támogatott, nem támogatott, elkészült, független filmeket, a médiahatóság, médiatanács által támogatott dokumentumfilmeket, animációs filmeket, kisjátékfilmeket, ismeretterjesztő filmeket, és láthatják a filmalap által támogatott filmeket, meg azokat, amik nem állami pénzből készültek. Hány film készült a utóbbi 3 évben körülbelül, és ön meg van elégedve ezzel a számmal? Azt tudom mondani, hogy ide erre a filmhétre 332 alkotás nevezett összesen, úgyhogy ez egy elég szép szám. Tudok olyanokról, akik nem neveztek, tudok olyanokról, akik elfelejtettek nevezni, és utána síránkoztak. Úgyhogy majd a legközelebbi alkalommal éberebb lesz a filmszakma, és akkor talán több film lesz. Itt a Cinema City Monparkban most így délután kevesen vannak, úgyhogy én azon drukkolok, hogy az, hogy Monpark mozia, az az embereknek mond valamit, és estére sokan lesznek. Jó filmek lesznek ma. Mit gondol a pályázatok minőségéről, a benyújtott pályázatok a minőségéről? A film alapnál? Hát, hogy milyenek a forgatókönyvek. És mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövetnek? Igazából ezt most így egy ilyen kis álló interjú keretében nem tudnám elmondani, de azt el tudom mondani, hogy alapvetően a forgatókönyveknek a minősége alakul. Tehát nem akarok jelzőt mondani, mert van, amelyik kiemelkedik a sorból, és van, amelyiken csodálkozunk, hogy azt gondolja, hogy egy játékfilm miközben esetleg egy televíziós dokumentumfilm lenne, de azt mondom, hogy egyre javul a színvonal, próbálják fejleszteni a könyveiket, az alkotók olyan irányba, amitől egyszer csak valósággá válik a nagy vászon a moziban. Ön minek örülne, hogy változna a filmes kategóriáknak az aránya a következő években? Nekem ez jó, ami most van, úgyhogy azt gondolom, hogy egy 10-12 film, ha elkészül egy évben, például a film alap támogatásával, az nagyon jó, ha ehhez van néhány, ami magánpénzből készül, annak is szívből örülök. A lényeg az, hogy legyen mozi, ahol bemutatják a filmeket, és legyen közönség, aki megveszi azt a jegyet. Végül hadd kérdezzem meg, hogy tekint a jövőben? A jövőbe? Hát reményekkel van egy csomó érdekes forgatókönyv, amit fejleszt a filmalap, az alkotókkal együtt, és vannak nagyon ígéretes anyagok köztük. Például a Török Ferinek van egy történelmi sportfilmje, az a címe, hogy Delfin, és ez Hajós Alfrédről szól, az ő útjáról és az ő küzdelmeiről, egy igazi magyar sporthős történet. Aztán van egy kincsem film a versenydóról, a híres versenydóról, és vannak olyan filmek, amik vígjátékok. Egy hiányzik a műfai film. Tehát olyan szívesen látnék krimit, szívesen látnék film noárt, úgy szívesebben látnék egy szélesebb műfai kínálatot. De majd ez is eljön. A tegnapi bemutatón hogy tetszett a Tolon című filmnek a felújítása? Hát most láttam 7-szer, nagyon izgultam, mert ez egy írtó komplex feladat volt. Tehát egyrészt ment maga a film a vásznon, ez egy felújított film, aminek egy évig tartott a restaurálása és a digitalizálása. Alatta ment egy felirat, aminek az alapja az a Tóth Ede eredeti népszínműve, és azért kellett magyar felirat, mivel magán a filmen ott angol feliratok vannak, ez egy néma film ugyanis, és a jelenetek között volt egy-egy tábla, amin angolul olvashattuk azt, hogy éppen mi játszódik a jelenetben. Úgyhogy ezen kívül egy szimfonikus zenét irattunk, ami azt jelenti, hogy egy zeneszerző leült, nézte a filmet, és írta alá a zenéket, tehát ez egy csodálatos kísérőzene volt. Régen általában 100 zongorával kísérték ezeket a filmeket, tehát ez egy jó próbálkozás volt, úgy tűnik sikerült, de talán, hogyha ott voltak, akkor látták, hogy a karmester fején is, vagy fülén is, és a zenészek fülén is ott volt a fülhallgató, mert abba ment a taktus. A mindig változó tempójú, mindig változó ütemű taktus, tehát mint egy metronóm, csak változó ütéssel megy a metronóm. Ezen kívül a karmester előtt ott volt a film, egy monitoron, ott volt a kotta, és az egész egy felemelő filmtörténeti pillanattá sikeredett, hogy az ember azt érezte, hogy 100 éve is volt magyar film, ma is van, aztán lesz is mindig. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen.